A folytatásban pedig Színház Tari Patricia a vendégünk, akit szeretettel köszöntünk, és épségben megérkezett a vezetés után, mert hogy vezetni tanulsz, ahogy itt most elárultad még adás előtt, és akkor reszkessen mindenki, vagy jól vezetsz? Nem, nagyon jól vezetek. Csak ne kelljen parkolni? Csak ne kelljen parkolni. Hát vagy ne legyen ott senki, akkor nyugodtan parkolok. Még az inőből, hogy. Abszolút. Tehát ez általában a hölgyeknek okoz gondot a parkolás. Szerintem nem csak a hölgyeknek. Oké, azt is megfejtettük egyébként, hogy miért írod rövid ívvel a Patriciát. Ez is egy különleges sztori, nem? Elmeséljem? Igen, tehát hogy 20 évig te sem tudtad, hogy rövid ívvel kell írni 20, a nevet? 22 évesen mentem be útlevelet csináltatni, és aláírtam, és akkor mondta a hölgy, hogy hát ez így nem lesz jó, ez nem az én nevem. Mondom, hát de hát csak tudom, hogy hogy hívnak, és akkor mondta, hogy hát igen, a Patriciából mindkét így rövid. Felhívtam édesanyámat, hogy ez most ez biztos, és akkor megnézte, és kiderült, hogy elírták, és úgy döntöttem, hogy megtartom, mert így különleges. Abszolút, hát nem sok rövid is Patricia lehet az országban. Nem, csak mindig hozzá kell tennem, bárhol vagyok, vagy így nem találnak a rendszerben, és akkor mondom, hogy lehet, hogy azért, mert egyébként az Y a Tari, a Patricia meg rövidi, és akkor így ez igen, egy mert kicsit azt mondta, hogy ível kell írni, akkor automatikusan a Tarit írja inkább hát igen. Pontos ível. Hát nem egyszerű az élet ilyen szempontból, mint hogy egy családban sem egyszerű általában. Ugye a családi játékok, ez a legújabb darabnak a címe majd, amire, játszmák, bocsánat, amire készültök, Rák Zoltán a rendező, igen. És játszik is benne. Igen. Na, ez is egy különlegesség. Volt már ilyen darabod, ahol egyik kolléga rendezett, de közben játszott is? Nem, utoljára ilyen szituációban szerintem az egyetemen voltam, ott volt, hogy rendeztük egymást, vagy rendeztünk mi jeleneteket, és akkor azért benne voltunk. Ez egészen különleges, és egy nagyon nehéz szituáció, nem nekem, az Ocsinak, de hát ha valaki ezt meg tudja csinálni, az az Ocsi. Most már két hete vagy ez a második hét, hogy próbáljuk. Nagyon izgalmas, nagyon nehéz. És egyébként az is nehéz, hogy az Ocsi nem úgy rendezi, hogy egy-egy jelenetben benne van, hanem ez egy 6-7 szereplős darab, amiből majdnem mindenki végig a színpadon van. Tehát az Ocsi ezt úgy rendezi, hogy ott áll hogy ott mellettünk, meg rohangál ki, és akkor így egyszerre és van két kimegy, helyen. Megnézi, hogy mindenki jó helyen van, majd visszaáll a helyére? Hát van, hogy kimegy, van, hogy belülről is lehet ezt érezni. Pici a tér, ugye ez nem a színházban lesz, hanem a Bárány Frigyes stúdióban, ami egyébként szerintem egy nagyon jó tér is neki, mert a közönség sokkal jobban azt fogja érezni, hogy ők is a részesei ennek a családi vacsorának, és ezért ez egy ilyen kicsit nem szűk, hanem egy ilyen háromszöges alakú tér, és azért lehet érezni bentről is, hogy jól vagyunk elhelyezkedve, dől-e valamerre a színpad, vagy nem, és akkor így. Nehéz elképzelni egyébként Zocsiról, hogy ő egy diktatórikus rendező hát lenne. Hát nem is egy diktatórikus rendező. Viszont a rengeteg poén születhet. Tehát felmegy, és akkor gondolom elmondja, mindenki rossz volt, kivéve Zocsit, ő jól játszott. Ilyen tehát még nem volt, de megeshet. Ja, hát még messze van, ugye. Mikor lesz a bemutató? December 15. Hát az nektek színházi léptéke még nagyon-nagyon távolinak tűnik. Igen. Azt szokták mondani, az utolsó héten kezdtek el igazából izgulni, meg úgy összeállni az egész. Nagy az anyag. Majdnem 130 oldal, ami azért sok, és ezért már most érezzük szerintem azt, hogy nem mindig fér bele az, hogy elsztorizgatunk, elbeszélgetünk, hanem haladni kell. Ugye haladtatok az Öreghölgy látogatásával, ott már megvolt a premier. Igen. Milyen volt a fogadtatás, mit tapasztaltatok? Szerintem nagyon jó. Kicsit izgultunk, mert az egy egészen különleges előadás szerintem. Nem is nagyon láttam még hasonlót. Egészen különleges a világa is, a jelmezek, díszletek, minden. És hát maga a történet sem egyszerű, de szerintem nagyon jól megtalálta az Attila, Keresztes Attila rendezte, és egy ilyen nagyon jó egyensúlyt talált, így egyszerre tud az ember nevetni, mert nagyon sok poén van benne, de közben azért lehet sírni is, és tényleg nagyon hat az érzelmekre. Nehéz átállni egyik darabról a másikra, amikor van egy ilyen picit nehezebb darab, aztán jön egy könnyedebb hangvételű, vagy mondhatom a Ma este megbukunkat, amire szintén készültek, mert hogy szintén látható majd újra. Tehát az meg aztán megint ott kicsit ilyen erezdel a hajam típusú. Annak tűnik. Vagy annak tűnik. Gondolom eljátszani nem olyan könnyű. Hát abban én beugrottam, ugye. Nem próbáltam, hanem azt hiszem egy pár próbával ugrottunk be a Kis Eszter Júliával egyszerre. És
Előtte ugrottam be a Legény búcsúba is, ami egy ilyen könnyebb beugrás volt. Uh-huh. Azt így azt mondom, hogy ezt ilyen viszonylag könnyen vettem. Egyébként mindkettőt nagyon szerettem. Viszont a Ma este megbukunk, az egy koreográfia végig. Ott nem lehet az, hogy jó, hát akkor itt most így leülök, és akkor így ülök, hanem nem, ott úgy kell ülni, ahogy ez ki van találva, és az akkor kell mozdulni, amikor mozdulhatsz, akkor kell, amikor uh-huh. az lehet, és ettől egy bonyolultabb dolog, de nagyon jó csinálni. Nagyon. De közben én bevallom, hogy nagyon szeretem azokat, amik ilyen mélyebb, nehezebb darabok, de pont ez a jó szerintem, amikor ilyen is van, olyan is van, uh-huh. és akkor így az meg, hogy nehéz-e, szerintem nem amúgy. Vagy hogy nyilván jó az, át kell hangolódni, nem mehetek be a Ma este megbukunkra úgy, hogy éppen még az öreg hölgy őzikéjében vagyok, vagy ilyesmi, de mert hogy hosszan játszom egy őzikét az öreg hölgyben. És azt hiszem, ilyen sikerem még soha nem volt. Na. Hát a Legény búcsúban is biztos, hogy lesz sikered, bár az sem az a nehezebb darab, akkor, ahogy mondtad. Az meg tudom, jól emlékszem, Szilveszter környékén? Tehát az akkor... ott lesz kétszer, 30-án és 31-én is. Ez egy is. Különleges dolog. Tehát, hogyha az ember nem tud hova menni szilveszteri bulira, vagy ilyesmi, akkor elmegy a színházba, megnézi, szórakozik egy jót. Hát igen, meg eljön, megnézi, aztán elmegy, és még bulizik máshol. Uh-huh. Hát igen, ez is egy megoldás lett. Mennyire nehéz beugrónak lenni, ha már ezt említetted? Óhatatlanul az embert összehasonlítják, nem azzal, aki esetleg a ebben nem szabad ebben belegondolni. Ebben nem gondolok bele. De igen, valószínűleg van ilyen, de nem érzékeltetett senki semmi ilyesmit, hogy rosszabb lennék, vagy bármi. De hát más, nagyon más, mint amikor az ember 6 hétig foglalkozik egy szereppel, akkor belemélyed, azzal alszik, azzal álmodik, azzal ébred, azon gondolkodik, és akkor amikor meg beugrasz, akkor meg hát van rá, jobb esetben van mondjuk pár heted, mint mondjuk így uh-huh. ebben az esetben ugye Darinka babát várt, ezért kellett beugranom, ami meg egy pozitív dolog, szóval azért jobb akkor beugrani, hogyha egy jó dolog történik, és nem akkor, hogyha baleset, vagy betegség, vagy bármi ilyesmi. De hogy így pont emiatt, mert tudtuk, ezért egy kicsit több időm volt. Nem az volt, hogy egyik nap megtudtam, másik nap már ugrani, ezért volt időm arra, hogy megtanuljam a szöveget, próbáljam otthon a szobában. Az mondjuk egészen mókás volt, amikor a Hugi, a Horváth Margit a szomszédom, és így nem értette, hogy mik azok a hangok, amiket én csinálok, mert ugye hát a Ma este megbukunkban egy kicsit erősebb hangon, kicsit néha ilyen-olyan kiabálásokat kiadva kell létezni a színpadon, és én ezt csináltam a szobában is, ahol viszont vékonyak a falak. Aha. És a Hugi nem értette, hogy mi történhet odaállt, és akkor szegény már a legrosszabbakra gondolhat. Igen, gondolt, hogy Patriciával mi lehet? Tehát, hogy így veszekszik. Kivel beszélhet ennyire csúnyán? Volt neked ugye gyerekdarab is, ha jól emlékszem. Volt. A Missi Mackó volt tavaly. Igen, az még előtte volt. A Szafi, uh-huh. abból játszottunk Lázár Ervinben jó sokat. Az egy csodás élmény volt. Aztán a Misi Mókus volt, amiben egy kövér mókus voltam. Azt egyébként nagyon szerettem. És utána jött a Mici Mackó, az is egy ilyen hirtelen jött dolog volt, ugye pótolni kellett, mert be kellett zárnunk. És hát az is egy mókás történet volt, mert hogy nekem 6 héttel előtte, hogy ezt elkezdtük, műtötték meg a térben. És aha. akkor hívott az Illés, hogy akkor jövő héten ezt kéne kezdeni. Mondom, hát jó, merevítő, van a lábamon még 2 hétig, aha. és hát még éppen újra tanulok járni. De hát nincs mit tenni, ha menni kell. Akkor és menni az kell. A gyerekek azonnal kiszúrják, nézd már, biceg az egyik szerető, az már biztos megsérült. Nem bicegtem, addigra már mire bemutattuk, addigra azt hiszem nem bicegtem. Uh-huh. Mármint a színpadon. A színpadon kívül még igen, hogy akkor az de ember elfelejt az más, minden. Az egy más helyzet, igen. Na, Patricia, szurkolunk, hogy ez az energia, ez maradjon meg neked évvégéig, mert hát rengeteg darabban játszol majd. Tehát a legközelebbi, ugye ez a családi darab lesz, játszmák, ami ugye egy karácsony története, igen. csak egy picit másként, és hát december 15-e, úgyhogy akinek nincs még programja, vagy nincs jegye, akkor az pótolja is. Érdemes. Feltétlenül. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Jó vezetést kívánok. Köszönöm szépen. Csak óvatosan majd, és aztán balesetmentesen.